hosszabb lesz, mert nem csak egy 5 perc, hanem úgy is beszélni őket, hogy mondják fel az üzenetüket, hanem ráadásul még nyitott szájjal kell majd beszélniük, nem pedig így, hogy a kölcsönök sokat. Na, úgyhogy minden esetre előlegezzük meg ezt a, mit is előlegezzük meg, azt bizalmat neki, hogy odafigyelünk rájuk, a csendben maradunk, fülünket hegyezzük, mert a technika ördögi közben lépett, és visszul velünk, úgyhogy saját élő gondolat tudunk kommunikálni. Ez a reformat erre a Tamás. Tamás. A hanyadik száz, hatodik évad. Nagyon sok. Akkor ezen mindenkit köszöntünk a nagyon sokat vitapon. Egy biztos, hogy ez már a hatodik év, hogy ezen belül mennyi, a hatot szorozzátok meg 12-vel maximum a hanyadik vitapnál tartunk. Ahogy olvashattátok a szubjektív ajánlatokat, lesz szó hatalmákról, kicsit fogunk a rendelésről beszélgetni, kicsit arról, hogy a középiskolás korunkban csak a kötelezők röviden olvasunk el, ez ma mivé manifestálódott, 10-20-30 év távlatából, ki mennyi idős, magyarul ebben a valós idejű szöveg kivonatolást hogyan lehet megoldani. Fogunk még beszélni, a rendelést mondtam, a QR-kódról, és hát Peti, igen, Balázs, pedig arról fog mesélni, hogy a Strava az milyen nemzetközi tapasztalaton, hogy gyűjtözve azzal a kapcsolatban, hogy minden több nyelven beszél a honlapot, akkor lehet, hogy annál nagyobb üzleti értéket tudsz generálni, vagy valami hasonlóról. Na, kicsit a még nagyobb koncentrációt kérnék majd mindenkitől, legalábbis, ami a saját szájának a csupatartását jelenti, mert már nekem is problémát okoz a túlharsogni elsősorban ő kollégákat. Ezen már is adnám a szót akkor Charlie-nak, aki már másodjára a amigás múltról mesélt nekünk nem is olyan régen, most viszont a kicsit a rothat a hamárkor, meg a legyekről, meg a illetve a lengyelekről, az Antarktiszról fog nekünk mesélni. Fogadjátok szeretettel Charlie-t! Sziasztok! Mint azt elmondták előtte, Charlie vagyok, amúgy Balogh Károly, és hát akkor elmondtam mindent, amivel kezdődik napon az előadáson, szóval néhány héttel ezelőtt tartottam egy ilyen New Tech Amigás, tehát New Next Gen Amigás rendszerekről összefoglalóan egy ilyen kis előadást, hogy hát mert miről szól, és akkor azzal kezdtem, hogy ez egy szubkultúra. Na most még egy szubból legyen megyünk, és a Next Gen Amigáson belül az egyik a mód, és nekem szívem csúcs kerül, és kicsit arra fogok beszélni, és most viszonylag, a rohadtalmák ide vagy oda viszonylag kevés arc előttben, de sokkal több szó. De morfásra azt kell tudni, hogy kék villanul a gólya, és hogy ez hogy jön az amigáshoz, meg a strandlandákhoz, hogy navigálnak a Boeingból a logója, azt mindjárt kiderül. Tehát mit keresnek le kék a strandlandra körül? Két oka van, az egyik az technikai. A morfás is egy amigós implementáció. Ugye az eredeti amigós az így nézett ki, hogy volt egy kert, egy 68K van írt, tehát 68K lineáris rendszer alatta, volt egy ABI, ami keresztül a library-t nyomogatták egymást, és fölötte volt a third party library-t is programban. És amikor felmerült, hogy a start került a Kubernetes hardware, ezt a következő után mondották meg. Ez már maga a morfos. Az első lépés az arról szólt, hogy átvitték magát. Tehát a PTC-s rendszerekre húztak egy CPU emulátort, utána ez alá újra implementálták azok a meglévő, tehát nem lefordították, hanem ezek még a mindjárt szó lesz róla, hogy nem volt hozzáférésük az amigós forrásokhoz, azért dokumentáció alapján újra implementálták a meglévő amigós hívásokat. Ez alá írtak egy mikrokernel, és ezzel már tudták futtatni a korábban megírt amigás 68-as alkalmazásokat. Tehát innentől kaptak egy amigós, ami PPC futott, de 68-as futott. És aztán ebből jött a továbbfejlesztés, hogy elkészültek a PowerPoint, Morpheus PowerPoint-szénatív programok és a third party library, amik már egy kiterjesztett, amin
keresztül és bővített tapin keresztül tudták egymást rivalkidet. Például egyébként a régi apit is tudják ugyanúgy használni az új programok, és tehát keresztül kasul ez mindenféle működés teljesen transzparens. Tehát ilyen formán, amely az utolsó kérdés az volt az előadó a munkai előadásban, hogy mi közel az egész oktatás az anyagához, és akkor azt mondom, hogy minden, hát ez a mindennek ez a technikai oka. Hogy gyakorlatilag ez egy amigos reimplementáció egy cél, és nem pedig egy olyasmi, hogy van egy idegen kernel, és a fölött valami Vines-szerű dolog, amivel ugye lehet még volt is probléma, hogy a Linux-on sem állva, vagy mindent, hogy nem tudom, hogy kell. Ez a technikai oka, hogy a morfos még a nagyon, és van egy történelmi oka, hogy a morfos, ezt azok az emberek kezdték el csinálni, akik a PPC-s, amit áthoz gyártották a szoftvert, tehát az előbb, amik állták, ez is, amikor még nem volt morfos, ők megpróbáltak megállapodni a jogtulajdonosokkal, ami aztán sikertelen volt, és ekkor kezdődött el a úgynevezett hivatalos anyagolás fejlesztése, ami készítette kérdéses anyagolás, amire mindenkor volt szó, meg az egyéb hardvereknek a fejlesztése. És a, viszont innentől a díjra nem jött össze ez a díj, ezért a morfosan álló fejlődött a igen. Ja, és a, innen következik, hogy a, miután ezeket a saját hardvereket befejezték a gyártását, különböző gazdasági okok miatt, az ebből éppen akkor váltott Intelre, és ez kapóra jött, hogy a leselejtezett PPC-s Mac-ekre, új PPC-s Mac-ekre új életetőre lehet, új életetőre se lehelni. A Morpheus fokozatosan kezdte támogatni a PPC-s Mac-eket, tehát egy Mac-en amigaként lehet használni szinte minden, most már majdnem minden G4-es Mac-e. Ez kezdődött a Mac Mini-vel, aztán a Power Mac G4-ekkel, és az előző verziónak az a különlegessége, hogy már laptopon is tudnak. Miért érdemes? Hát az első legfontosabb az a sebesség, hogy viszonylag gyorsan bootol, olyan feature-öket, például videójátszás prezentálunk azonos hardware másodásra nem lehet, pipa feltelepülő, és tényleg olyan válaszidő van, hogy elképesztő, egy, tényleg egy videóként beszélhető teljesen dolgi nekem. A másik az az, hogy ellentétben mondjuk például bizonyos Linux distribúciókkal nagyon jól van integrálva a Mac-es hardware-hez, író, olvas, támogat mindenféle specifikus dolgot, ha egy gombos egeret van, akkor működik control click alapból, tehát nagyon jó. Egyen szép, van rá mindenféle játék, ami egyébként csak az, hogy gyorsabb, mint ugyanazon a gépen megolvas alatt, van egy rakási utilitő, van egy kéne webböngészünk, és ha mondjuk retro geek vagy, akkor erre, és mindenféle retro dolog érdekel, akkor erre a rendszeren van a világ meg jól hangzott CPC emulátora, ha ez valakinek mondjuk mond valamit. Ilyen konformentás, ha valahol leselejtezed neked, akkor a új életet tud belehelni morfos alatt. És hogy kerülnek a lengyelek az Antarktiszra? Meg ez az egészhez, hogy jönnek a lengyelek. Van egy lengyel fejlesztő, aki, mivel a lengyelek van egy antarktiszi kutatóállomásuk, ne kérdezzétek, hogy miért van neki. Ő ott dolgozik, ő ilyen puha. Jacek Tisztisekkel hívják, de nem biztos, hogy jól ejtettem. Ez az új emberről van szó, és a morfosnak a jelentős részét használói fölött, stb. Azt az Antarktiszon fejlesztik jelenleg, mert ő novemberi ott van. Úgyhogy morfos is very cool, szóval szerintem. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdések, blog 5 percben, kézfeltartással, előadó pedig meg is mérti a kérdést, vagy én adott esetben. Kérdés van. Szorzalmas volt. Hogy mi csalám? Csak PPC-ről van az szépen. Igen, csak PPC is van nekről. Igen, az a kérdés, hogy X86-os meg nekem tudják. Nem. A múltkor elmondtam, hogy ennek főleg az oka, hogy a processzor, tehát hogyha natívan akarok futtatni az egész rendszer, és a Flipland, olyan processzorom futtam, mint Flipland járvás, sajnos van jól csak kultúrája miatt, nem lehet megoldani azt a szintű transzparens fordítást, hogy éppen járvás, hogy mondjuk valami tolási szegysen vezet. Ez az egyik oka. Másik oka az, hogy az X86 világ nagyon gyorsabb változik, és ez még igazából az Intel chipseteknek a saját magára is vonatkozik, hogy nagyon nehéz lenne lekövetni egy tehát tényleg ilyen pár fejlesztőből tartó dolgok kombinálása. Ez a fő oka jelenleg hozzám. Tehát, hogyha valaha lesz X86, egyébként ők sem bírják, tehát látják, hogy ez a oké, most van egy csomó használat meg, de 5 év múlva nagy része már a rossz lesz, és nem tudom működni. Akkor is valószínűleg ezek az ilyen exekusok rendszerek mindig dedikáltabb, hogy fognak menni, tehát ki lesz nevezve egy típus, és azon fog tudni, pedig azt, hogy letöltöl és úgy.
Ott volt egy kérdés. Játszanak-e még motorol a processzort? Játszanak-e még motorol a processzort? Motorol a processzort nem gyártnak, ugyanis a motorol kiszervezte a CPU, tehát a félvezető gyártóvizetágát FreeScale néven, ami egyébként köszönöm szépen megvan is működik, és gyártnak, de sajnos nem, tehát már nem ilyen deszkopció alkalmazások van, mit tudom én, tehát olyan processzor tudsz venni PPC-t, amiben van egy komplet ilyen hardware switch benne most mi az alatt, és viszont nincs benne PC Express kontroller, mondjuk, hogy egy radarot hozzá tudunk kérdezni. Tehát ilyen szempontból ugyan gyártanak, de sok használ is. Ott egy kérdés? Mondtad, hogy az NVMe-hez számít, hogy gondolkoztatok-e, ha nem x86, akkor mondjuk ARM és MIPS architektúrákkal, és akkor tableteken meg Raspberry Pi-on futhatnak. Igen, csak az a kérdés, hogy miért nem más Big NVM architektúra, tehát miért nem ARM is, és MIPS, ennek a fő ok az a fejlesztői erőforrás hiánya, tehát éppen elég ezt a meglévő gépeket is támogat, ez az egyik fő oka. A másik az az, hogy az, amikor ezek az egész PPC-s irányú fejlesztések elkezdődtek, akkor még nem volt elég erős sem ARM, a MIPS az mondjuk volt, csak akkor még az mondjuk egész más kategória volt, tehát akkor még nem voltak ezek a kínai MIPS klónok, mint ma. Most már ezt mondom, hogyha vizsgálják folyamatosan a hardware piacot, és hogyha bármi olyan felmerül, ami könnyen támogatható, és a többi. Másik amigás rendszer, például a nyílt forrás orvos, ahol szinte minden szoftvert le tudsz fordítani forrásból, tehát nem kell binárisan kompatibilisnek lenni, az például van mondjuk Raspberry Pi-ra, tehát arról is azt mondjuk, hogy ott van. Morfás nem, sajnos egyelőre. Még egy kérdésre van, hogyha van még kérdés. Mekkora fejlesztői közösség, hány dolgozik ezen most körülbelül? Hát az antarktiszi fejlesztőbázisra számítva? Nem. Az a kérdés, hogy hány fejlesztő van a Morfesnek? Hát ez mindig változik, ez egy ideig volt alatt a céges támogatás, amíg a hardware gyártás zajlott, tehát amíg a B-plan gyártók tesznek meg az S2-t, meg az FK-t, amit ugye a Linux-os piacon is próbáltak eladni, de addig volt, hogy van egy céges support, és az azóta nincs, hogy gyakorlatilag onnantól minden fejlesztőnek ilyen hobby projektje. Úgyhogy folyamatosan miatt, hogy kinek ki mennyire ér rá, folyamatosan változik az 5 főtől mondjuk a 25 főig, hogy ezen hány fejlesztő dolgozik. És akkor még van egy pár beta tesztel, meg a tágabb kör, aki dolgozik, hogy mondjuk a 40 fő. Mindenki beleszámítva. Köszönöm szépen a figyelmet!